Be szeretné pótolni az elmúlt másfél-két évet a Tolnavárosi Nyugdíjas Egyesület, mondja Kákonyi Bertalanné, a csoport elnöke. Az egyesület megtartotta a közgyűlését, ahol beszámoltak az előző év munkájáról, és meghatározták az idei feladatokat és programtervet. A tervezett kirándulásokat nem, egyéb programokat is csak részben tudtuk megvalósítani. Ennek a rendkívüli helyzetnek tudható be, hogy a városi rendezvények többsége is elmaradt. A feloldást követő időszakot igyekeztünk tartalommal megtölteni. A tavalyi évben nyert pályázatokat ugye a pandémia miatt nem tudtuk teljesíteni a kirándulásainkat, tehát ezeket tervezzük, és az idén is vannak pályázatok, amiket beadtuk, és remélem, hogy nyerünk. Szeretnénk a környékben lévő nevezetességeket, kulturális dolgokat megismerni, de kicsit távolabb is, és Budapestre egy színházlátogatást tervezünk, amit összekötnénk egy Margit-szigeti szabadtéri programmal, hogy akkor ezzel is egy kicsit bővítenénk az ismereteinket. Elmennénk Bátaszékre, ott van egy fafaragó, és az ottani nevezetességeket szeretnénk még megnézni. Az egyesület idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. A jubileum alkalmából egy kisebb partival készül a csoport. Július 2-ára tervezzük ezt az ünnepséget. Szeretnénk meghívni a még élő alapító tagokat, és akkor egy színvonalas műsort, egy kis vacsorával egybekötött szabad rendezvényt szeretnénk tartani. Kákonyi Bertalanné elmondta, hogy a járványhelyzet miatt sajnos lényegesen lecsökkent a tagok száma, ezért nagy szükségük lenne a közösségépítésre. Közel 200 fős taglétszámunk sajnos most 129-re csökkent. Hál' Istennek halottunk nem volt az egyesület részéről, de nagyon sokan elszakadtak. Félnek még mindig, és nem nőnek a rendezvényeinkre. Ez mind a bizalmiak segítségével tudjuk megoldani, mert ők már a hozzájuk tartozó tagokat, a környezetükben lévő embereket keresik meg, felajánlva az itteni lehetőségeket, kulturális, sport, szabadidő programokat, és szeretnénk, hogyha minél többen csatlakoznának megint hozzánk. Az elnök hozzátette, hogy a csoport ez évi programterve már az elkövetkezendő hetekben megkezdődik. Tervezzük a mai állisunkat április 30-án egy építész segítségével a Tolnai Dunaparton, egyáltalán a Dunapart a hajózással kapcsolatosan fog egy tájékoztatót tartani, utána itt fogunk összegyűlni egy virslis partira, és tervezzük még Siklós, Mohács, Mária Győdre egy kirándulást, utána júniusban a budapestit, a színházlátogatást, és akkor tervezünk még Bajára és Kalocsára egy kirándulást. Baján még szeretnénk megtartani a hagyományos gyaloglónapunkat. Évekkel ezelőtt csatlakozott az egyesület egy országos rendezvényhez. Ezt a hagyományt mi minden évben megtartjuk, és csatlakozunk ismételten ehhez a gyaloglónaphoz is. Baján a Sugovica partjára tervezünk egy kirándulást, ahol körbenézünk a tanösvényeket, megnézzük, és így akkor teljesítjük a gyaloglónapi feladatainkat is.